szerény ember volt, hangszagú volt a pályán és az öltözőben is. Amikor szólt, akkor mindig mindenki odafigyelt rá, hát neki hírneve volt, és hát a szakmához való alázata és a hozzáállása az mindenki előtt ismert volt, és a fiatalok mindig hallgattak rá. Nagyon sokat veszített vele a környébeli rablarogás. Ő volt Puszder János, a Tahitótfalui labdarúgó csapat egykori kiváló kapusa. Ezeket a szavakat korábbi edzője és egyben a Puszder János emléktorna főszervezője Túróci Csaba mondta egykori játékosáról. János a Szentendrei Kossuth KFS-ben kezdte labdarúgó pályafutását, mely akkor egy híres NB2-es együttes volt. Sándor István volt az első edzője, ő látta meg benne a különleges kapus tehetséget. Az alázatos munkának meglett a gyümölcse, Jánosra felfigyelt az MTK, ahol végigjárva a serdülő, majd az ifi csapatokat, végül a felnőtt keretbe is helyet követelt magának, ám itt egy válogatott kapussal kellett megküzdeni a csapatba kerülésért. Ez túl nagy falatnak bizonyult számára, és a több játék lehetőség reményében eligazolt a Ganz Mávag együttesébe, később pedig a harmadik kerület csapatának hálóját védte. A Dunakanyarba való visszatérése előtt megjárta az Oroszlány NB2-es gárdáját is, majd Szentendre és Pomász következett. Utóbbi helyszínen jó néhány évet lehúzott János, mielőtt barátja és későbbi edzője Túróci Csaba hívószavára Tahitótfaluba igazolt. Mi akkor a járási bajnokság utolsó helyén tanyáztunk, mikor megkértek, hogy vegyem át ezt az itteni felnőtt csapatot, és az ő vezénylet, elsősorban az ő vezényletével, hát aztán két osztályt fel is ment a Tahitótfalu negyedik. Nagyon nagy szerepe volt a Janinak ebben. Az idei tornán a korábbi 8 csapattal ellentétben csak 6 együttes tudott részt venni, ugyanis már javában zajlanak a felkészülési mérkőzések a tavaszi nagypályás labdarúgó szezonra. Ez a 6 együttes viszont kitett magáért, egy izgalmas, látványos tornát varázsolt az érdeklődőknek. A hazai Tahitótfalu mellett Dunabogdány, Leányfalu, Pomáz, Szentendre öreg fiúk és a színes ceruza gárdája küzdött a pontokért. Klasszikus helyosztókat ezúttal nem rendeztek, mindenki játszott mindenkivel, és az 5 forduló végén, aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az nyert. A 15 mérkőzésen összesen 70 gól született, a legtöbb találatot Duna Bogdány szerezte, szám szerint 17-szer zörgette meg ellenfelei hálóját. Csak hogy ez mindössze a 4. helyre volt elegendő a csapatnak. Mögöttük Tahitótfalu és Pomás zárta a tornát. És hogy kik végeztek a képzeletbeli dobogón? Hamarosan megtudják, előtte azonban következzen Puszder János legközelebbi hozzátartozójának, Puszderné Csala Erikának egy rövid beszámolója arról, milyen érzéseket váltott ki belőle ez a torna. Nagyon felkavaró ennyi idő után is, és ez nagyon-nagyon szép dolog, hogy hát ez a 6. hogy még mindig a Csaba szervezi, és az, hogy szervezi, megígérte, hogy ameddig ő él, viszi a tornát, hogy még mindig eljönnek és emlékeznek. Nagyon szép dolog. Erikánál hitelesebben senki nem tudja elmondani, hogy vajon milyen ember volt a magánéletben Puszder János. Iszonyú nagy lelke volt. Iszonyú, nagyon-nagyon nagy lelke volt. Úgy, ahogy mindent beleadott a játékba, otthon a magánéletbe is. Nagyon-nagyon-nagyon tudott szeretni. A Marci fia, ő mennyire érdeklődik a labdarúgás iránt? Semmilyen sport iránt. Semmilyen úszóosztályban jár, úgyhogy van valamennyi sport így az életében, meg most 5. és minden nap van tornaóra. Tehát valamennyit sportol, de nagyon távol áll tőle. Az, hogy nézze, az aztán teljesen. És kíváncsiak már, vajon ki nyerte a tornát? Igazából semmi jelentősége, hiszen Túróci Csaba főszervező elmondása szerint ez a nap nem arról szólt, hogy mely csapat lesz a győztes, hanem hogy méltóképp megemlékezzenek Puszder Jánosról. Persze ezzel együtt mindenki szeretett volna az első helyen végezni, mely végül a Szentendre öreg fiúk csapatának sikerült, az 5-ből 4 meccset megnyerve, 12 ponttal. A második a színes ceruza együttese lett, 3 győzelemmel, 9 ponttal, míg a szintén csak a képzeletben létező bronzérem a Leányfalu játékosainak nyakában landolt. Utóbbi csapat Bogdánnyal megegyezően 7 pontot szerzett, ám az egymás elleni eredménye Leányfalunak volt a jobb, miután a torna utolsó meccsén 5-2-re legyőzték a bogdányi csapatot. Ezen a tornán gólkirályt nem hirdettek, ellenben megválasztották a legjobb mezőnyjátékost, valamint a legjobb kapust.
előbbi Bagó György lett a győztes Szentendréből, míg utóbbi Nagy Szilveszter a Leányfalu csapatából. Folytatás egy év múlva.